Ismételten üdvözlünk mindenkit, visszatértünk a Wind and Rain, illetve az X25 eSports második mérkőzésével. A Wind and Rain 1-0-ra vezet a szériában, szakkommentátor társam pedig Edi lesz. Szervusz, Edi! Nem hallom a hangodat. Á, most már lehet. Szervusz, Buci! Á. Nagy szeretettel üdvözlöm a kedves nézőket, én is. Egyetlen egy kérdésem van hozzád az előző mérkőzéssel kapcsolatban. Tiltanál-e Fiórát? Nem, tehát nem. Hogy jó. Bocsánat, szerintem Fiora nem a tiltó listára helyezendő. Ez egy nagyon jó ellenválasztás volt, főleg úgy, hogy még ezt meg tudták tenni az első hármasban. De olyat is láttunk már, hogy mondjuk egy ilyen Fiora ellenválasztást meg lehet állítani, meg lehet fogni valahol. Hát mondjuk adott esetben egy nagyobb dzsungeles ráhatásra. Igen, én azt gondolom, hogy itt Ryuzakit kell egy picit elnáspángolni az X25 oldalán, hogy neki jobban oda kellett volna figyelni arra, arra az Ornn ősüvényre, hogy kedvezőbb legyen, főleg egy kleptomán Fiórával szemben. Én nagyon-nagyon szívesen néztem volna meg egy aranyállást, hogy mennyivel verte meg Ornn. Szerintem nagyon-nagyon, minimum 4-5 ezer arany különbség lehetett már lassacskán a végén. 100 farm, gyilkosságok, tornyok, amiket folyamatosan hozott Fiúra, akár egyedül. Tehát megadták a lehetőséget arra a Winnery felsősvényesének, hogy igenis ezzel a Fiórával komoly ráhatása legyen a mérkőzésre. 2v1-es, 3v1-es szituációkat tudott hozni, úgyhogy gyilkosságot hozott, kikergetett mindenkit az ösvényről. A váltott ösvénytolás nagyon jól működött neki, tehát hogy igazából ki tudta használni Fiórában rejlő erőt. Igen, pont ezért tettem fel a kérdést, mert nagyon sokszor láthatjuk azt, hogy egy Jace-el ugyanezt meg lehet csinálni, egy Trundle-el ugyanezt meg lehet csinálni, viszont abban az esetben, hogyha a mérkőzésnek a korai szakaszában ellehetetleníted az ösvény fázisát, akkor nem lesz egy olyan split pusher vadállat, aki a váltott ösvénytolást ilyen még akár 2v1-es szituációban is abszolválni tudja. Na ezzel a gondolattal érkezzünk meg a tiltási, illetve a választási fázisba, ahol ez alkalommal az X25 eSports csapata a kék oldalon, még a Wind and Rain a piros oldalon szerepel, és rögtön egy Jin Shao tiltás. Így van, ezt én úgy gondolom, hogy kell is ebbe a 7.23-as metában, hogy mindig nagyon erős dzsungelesről beszélünk, illetve nagyon jól ki lehet használni az ultiát, mind kezdeményezése, mind pedig akár védekezése. Igen. Tehát én azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon erős választás lenne. A Miss Fortune tiltás is én azt gondolom, hogy érthető. Egyelőre ő most jelen pillanatban a lövész metában bőven T1-esnek számít, ugye Ezreal, a Varus, Miss Fortune, de én már láttam jó est is például a 7.23-ban kifejezetten jól működni. Ismét visszatérhet akár ő is. Ezt örömmel hallom, mert személy szerint nagyon kedvelem azt a lövész, csak megmondom őszintén, én nem túl sok alkalommal láttam őt mostanság. Én most viszont, már láttam, hogy működött, tehát, hogy... Viszont a lövész tiltások azok folytatódnak, tehát nem csak Miss Fortune, hanem ezzel is kikerült, úgyhogy lehet, hogy majd esetleg előkerülnek olyan lövészek, amiket annyira nem várhatunk. A szép. Kemény a tiltás az utolsó az X25 oldalán, kék oldalról, így viszont biztos, hogy benn fog maradni vagy Azir, vagy Ornn, vagy valaki, aki mindenképpen egy nagyon fontos hős lehet. Bár az X25 eSport az előző mérkőzésén is megkapta mind Ornn, mind pedig Azirt, még én azt gondolom, hogy egy jó rengárt is, amiben bőven van sebzés, bőven van lehetőség mondjuk egy jó-jó gyors gyilkosságra, viszont Sejuani nincs a tiltó listán, és mivel ki van tiltva Nidalee, ezért én azt gondolom, hogy el lehet hozni ezt a Sejuanit, amit ugyan büntetni lehet, viszont a CC-ivel mindenképpen számolni kell. Így még, hogyha picit hátrányba is kerül esetlegesen Sejuani a dzsungelbe, akkor is mind az ultiával, mind a mélyfagyasztásával, mind a feldobásával képes olyan csapatharcokat kezdeményezni, illetve a csapatharcban fontos szerepet játszani, mint mondjuk, hogyha egy hátráltatott orviakos lehet, hogy nem tud kiszedni valakit egy abszolút kombóból. Egyet értek, és pont a Sejuani választás miatt talán a Wind and Rain egy kicsit meg is lett lőve azzal, hogy nem tud sem Kha'Zix-ot, sem pedig Rengart választani. Én itt mindenképpen egy Jarvan-ra szavaznék, akit egyébként láthatunk is, mert egyszerűen Sejuani túlságosan tankos ahhoz a csapat harcokban, és túl nagy benne a CC rengeteg, hogy egy Kha'Zix-ot vagy egy Rengar, tehát mondjuk egy orvgyilkos dzsungelest elhoz vele szemben. Persze a Jarvan-t is lehet alapvetően sebzés orientáltan építeni, de... Kell egy tank felső, igen, és illetve egy tank dzsungeles. Másrészt szerintem pont a Sejuani miatt ezt nem teheti meg ezen a mérkőzésen. Két lövészünk egyelőre úgy néz ki, hogy Tristana, illetve Sayalesz.
És én azt gondolom, hogy a Tristan egy jó választás volt pont a Szedzsuáni miatt, mert ő el tud ugrani a Szedzsuáni kábításból. Tehát, hogy ő, amikor éppen már ugrik, akkor fogja megkapni a kábítást innentől kezdve. Ő már távolabb kerül abból a szorult helyzetből, mint mondjuk egy kevésbé mobilis lövész, úgyhogy ez mindenképpen egy jó választás volt. A felső ösvényre pedig ugye még nem választott az Extreme 5 eSports, viszont orra már megint elhozhatja a fiúrát. Ez mondjuk én azt gondolom, hogy egy eléggé érdekes a választás, ugyanis az előbb láthattuk, hogy Ornra érkezett ez a fiúra választás, most viszont majd, hogy nem vakon jön ez a fiúra, van lehetőség. Nem annyira vakon, igen. Nem annyira vakon, főleg úgy, hogyha minden rény most elkezdi tiltani azokat a hősöket, amik mondjuk jók lehetnek fiúra ellen. Alapvetően én Jace-t, ahogy láthatjuk is a tiltott karakterek listáján, gondolom ennek, illetve például én egy Gnárban is látok potenciált, de még akár talán egy Kennenben is, de megmondom őszintén, itt szerintem igen Gnár tiltásnak kellene érkeznie. Az pedig, hogy Azirral szemben egy Kassadint tiltottak, az se lenne meglepő, ha még a LeBlanc is kikerülne. Vagy esetleg mondjuk az Orianna, de nem, marad a Ryze. Viszont így például bent van, mint LeBlanc, mint Zoe. Zoe is bent van, LeBlanc is bent van, illetve az az Orianna, aki az előző mérkőzésen azt gondolom, hogy bármennyire is egy-egy villanást el tudott venni az ultikból, és nem feltétlen azt láttuk, hogy nem tudom, négy emberes ultikat hozott el, viszont egy nagyon biztonságos ösvényfázist tudott lehozni, nem veszített jóformán igazából Azirral szemben, főleg úgy, hogy még ki tudták használni a Windenrain csapata, például a középső ösvényen a szurdok hírnökét, így hamarabb döntötték ott az első tornyot. Az Orianna mind pajzsokban, mind pedig tényleg a defenzivitásban, abban a biztonságos ösvényfázisban és mellett nagyon jó ösvénytakarítási képességekkel rendelkezik. És megint van olyan ember, aki beviheti azokat a gömböket, ott van egy Jarvan, ott van egy Fiora, ott van még akár saját maga Tibi is, hogy bemehet. Tibi, igen. Akár ő is bemehet. És itt a Kennen egyébként, akit kértél. Hát én nem kértem. Vagy mondtál. Viszont az, hogy ennyire üresen lettek hagyva, nem kerültek tiltott karakterek listájára a támogatók. Nagyon érdekes, hogy egy Braumat hozzál az X25 eSports csapata. Ki lehet vajon a másik, talán egy Alistar? Vagy hát egy Janna? Akár a Jannánál. Itt ugye megint csak a Janna abban az esetben lehet jó, hogyha Sejuani, esetleg Azir, vagy a kis villám tesó Kennen érkezik, őket lehetne talán megállítani, vagy legalábbis visszább lökni. Igaz. És marad a Janna. Így azt gondolom egyébként, hogy az ösvény fázisban Proxynak jobb lehetőségeket kéne adni a Janna miatt, tehát valahol a minden Rainnek kéne nyernie az ösvényét. Bármennyire is van ott egy tank Klox kezében, nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd erre a fázisra. A középső ösvényen szerintem, ha nem hibázik valaki, akkor ott 1v1-es gyilkosságoknak nem nagyon kéne, hogy történjen. Maximum abban az esetben, hogyha Ryuzaki vagy éppen Sharp egy pici hangsúlyt fektet erre, de Ryuzakinek lehet, hogy megint csak azt gondolom, hogy Clownit kéne most megsegítenie esetlegesen Orogival szemben. Tehát, hogyha picit egy-egy gyilkosságot ad Kennennek, vagy legalábbis megadja azt a lehetőséget, hogy mondjuk Oromé nem tud farmolni, mert haza kell mennie, elhasználja a villanását, folyamatosan teleport hátrányban van, akkor én azt gondolom, hogy Kennen jó lehet, de ehhez viszont kell szerintem Ryuzakinek a rajtaütése. Mindenféleképpen, hogyha nem is azért, hogy megsegítse Clownit, azért, hogy azt a Fiorát ellehetetlenítse, illetve pont a tegnapi nap folyamán láthattuk azt, hogy a szerintem nem sokszor, vagy nem minden esetben szerencsés az, hogyha a dzsungeles viszi a gyilkosságokat. Viszont egy Sejuaninál, aki hamar előnyre tud így szert tenni, és mondjuk megvenni egy varmogvértjét a dzsungeles tárgya után, az akkora előnyével, már ami az élet erejéből is adódik, irányíthatja gyakorlatilag az összes csapatharcot, ez pedig nagyon nagy előnyt biztosíthat számukra, úgyhogy ilyen szempontban nem is biztos, hogy baj, hogyha mondjuk Ryozaki viszi el a gyilkosságokat, ha egyáltalán sikerül ez Oromival szemben. Hát majd meglátjuk. Én egy kicsit féltem a Windenrain csapatát, megmondom őszintén, nincs tankjuk. Olyan tankjuk, aki kifejezetten tank. Persze, Sharp majd az lesz, igen, életereje lesz Oroménak is, ebben biztos vagyok. Aztán persze lehet, hogy tévedek, könnyen előfordulhat, de a másik oldalon valahogy ez a védelem, amit a Sejuani, illetve a Braum képes majd biztosítani, nem beszélve itt még azért a homok katonáiról, valahogy én erősebbnek érzem. Az egyetlen egy érdekes pontja az Clowninak a Kennennyel lehet, és ez megint kleptomán Fióra lesz. Így van, már megint kapod gyorsan egy itókát. Egy ellopott életerő visszatöltő italt.
Ellopta? Ellopta. De durva ez. Hát végül is kleptomán, tehát... Hát igen. Mi ebben a meglepő? Ja, igazából semmi. Ami, mondjuk, talán egy picit változás az előző Giannához képest, az az, hogy van egy stopper órája Labrovnak. Égetéssel jött ő is, azon, ahogy az előző mérkőzésen Klox. Most Kloxnál is égetés van, tehát Braum is égetni fog. Sőt, a felsősvényen Clowny is. Így kettő olyan varázslat is van, amit rá lehet dobni egy oroméra. Jó is, hogy mondod. Nagyon-nagyon furcsa az, hogy felsősvényen nem teleport van. Igen. Olyan szempontból abszolút mértékben érthető, hogyha elhoz az ellenfél egy fiórát, akkor egészen biztos, hogy váltott ösvényteles taktikáját akarja majd alkalmazni. Például a világbajnokság alatt láthattunk olyan Kennent, aki ezt ugyanúgy abszolválni tudta. Na ez a Kennent most ezt még megtoldotta egy lépéssel, ami ugye az égetés jelenti. Igen, csak így nem lesz hátrányban. Érdekes lesz. X25 már, mint olyan szinten, hogy de. Jó, az előző mérkőzésen láttuk azt, hogy nem nagyon használták ki a teleportokat olyan érkezésekre, hogy mondjuk csapatharcot nagyobb létszámban tudjanak megjátszani, de ettől függetlenül Oromi a teleporttal még mindig gyorsabban ér vissza az ösvényre, mint Clowny a villámformában bármennyire, és kapott gyorsaságot, tehát az biztos, hogy Orominak megint ezzel a kleptomán rúnával nem nagyon kell hazamennie. Valószínűleg ő kimaradhat nagyon sokáig az ösvényen, abban az esetben. Összetalálkozhatnak. Ryuz, aki van nagyon nagy bajban. És villannia is kell, pontosan. Ez eléggé szerencsétlenül jött ki. Ryuz, aki érkezett volna, a Clownynak egyébként nagyon szép volt a piszkálódása Oroméval szemben. De Sharp időben reagált. Igen, ugye Ryuz, aki nem rendelkezett akkor még rálátással, és úgy használta ki a növénykét. Sharp pedig még benéz az ellenfél északi dzsungelében lévő hármas nádasba. Hogy esetleg nem ott megy el haza Ryuzaki, de Ryuzaki akkor már régen otthon volt. Szóval visszatérve Clownyra, illetve az ő kenenyére, de nyilvánvalóan hátrányban lehet, illetve az egész csapat hátrányban lehet majd egy-egy adott harcnál. Csak hogyha egy kicsit belegondolunk, és például kitekintünk Észak-Amerikára, akkor pont a CLG-nél figyelhettük meg ezt a Darshan szindrómát, hogy nem érdekli mi van, ő akkor is váltott a nösvénytól. Szép lehet, egyébként. Hogy ez a Kennen ezt fogja csinálni, igen, Plox pedig rengeteg életerőt veszik. Oda vissza cseréltek, de ettől függetlenül szerintem az X25 járt rosszabbul. Annak köszönhetően, hogy Kloxnak el kellett használni az életelő itókáját. Természetesen azért Klox tudja majd gyógyítani. Támogató tárgyának köszönhetően. Viszont Proxiék vannak véleményem szerint előnyben még mindig. Ryuzaki lebukik, így nem is tud jönni az alsó ösvényre rajta ütni. Sarkodiki rohamot pedig, hát visszafele kell elhasználni. Felső ösvényen pedig Clowny viszi most a Minion hullámot előre, és az előnye is megvan minimálisan, de ott van. Viszont érdekes lehet még idézői képesség szempontjából. Ez nem az, hogy Achillesnél gyógyítás van, sokkal inkább az, hogy Tiviti megtisztulással érkezett. Hát ez a Sub-Zero kompozíció elett Igen, pont ezt akartam mondani, ez valószínűleg nem Achilles ellen irányul elsődlegesen, sokkal inkább majd érkező Ryuzakival szemben. Na, szépet cserél vissza közben Oromé. Az égetés kimegy, így viszont vissza kell fordulnia Oroménak, és már csak mana itókája van most, nem a háromság hatalmát hozta, bocsánat, a romlás italát hozta magával az ösvényre, hanem pajzsot. Glox pedig felhúzza Braumnak a védelmi lehetőségeit, ott van a kandalló. Nem sokára egyébként Mikulás. Nem véletlen lehet, hogy Klox ezzel a hőskénézett tejet. Hát igen. Szépen esett van. Na mindegy, engedjük ezt el. Egy perc is egyébként Clowny-nak is elérhető lesz körülbelül a stopper órája. Tehát például meglépi a hatos szintet és mehet bele egy olyan cserébe, amit szeretne játszani. Ajjaj, itt van Sharp. Ryuzaki nagyon-nagyon bátran megy az ellenfél dzsungelébe. Clowny lehet nem... bajban, villannia kell Clownynak, és nem talál a felütés Jarvántól, de jó lehet a mélyfagyasztás, így villan is Oromé. Egy-egy villanás a felsősvényesektől. Itt kell maradni a Ryuzakinak, mert ha nem marad itt, akkor még akár egy torony alá érkezés is lehet. Nagyon szép egyébként a gyenge pont leütése Orométól.
így egy régi zöld őrszemet kapott. Ryuzaki pedig itt marad, nagyon jó lehet ez, a mélyfogyasztás kijön. És a nagy kihívás is ott van. Jó, most a felütés megvan, az első gyilkosság méghozzá Ryuzakin, a másodikat pedig Oromé szerzi, meg egy kettős gyilkosság azon a fiúrán. Hát mi van ezzel a hátráltatós fiúrával? Most megint meg tud indulni. Igen, nem véletlen, hogy egyébként Clowny is amint lehetett, ugye, vagy lehetősége adódott, elvillant, próbált hátrálni. Nagyon-nagyon fontos volt most az itt a felső ösvényen, hogy ne halljanak meg a játékosok. Ám ezt úgy tűnik, hogy a Windenrain jobban kihasználhatta. Innentől kezdve viszont Clowny-nak a Cannon játéka, hát azt hiszem ki is jelentetjük, hogy megborult. És ugye szintelőnye volt Mert Fiorának. Mert előnye nem lesz. Így van, hogyha pont nem tudta meglépni, vagy nem lépte meg még Clowny a hatos szintet, tehát a forgatag nem volt neki elérhető, amivel talán még tudta volna magát védeni torony alatt. És nézd meg, ő mire visszaér az ösvényre, addigra Oromé is visszaér az ösvényre, megint úgy ment haza fiúra, hogy már majd megvan. Uh-huh. A vérszomjas. Igen. Hidra. És nézzük, nem kell elhasználni a teleportját, tehát teleport. Előny van a Windenrainnél. Torony. Előny van a Windenrainnek, köszönhetően Tristana ösvényének. Úgy hozták el ezt a tornyot, hogy bele szólás lehetősége sem volt Klox-Plox párosának. Ez a Kenem viszont ugye nem fizikai sebzésre bazírozik ezen a mérkőzésen, és oké, rendben, hogy a farm előny az ott van nála, de arany előnye egészen biztos, hogy nincs. Ryuzaki pedig továbbra is folytatja ezt az agresszív, gyakorlatilag rálátás nélküli mászkálást, viszont most annak köszönhetően, hogy a Windenrain alsó ösvény párosa hazament, így lecsaphatnak. A pokoli sárkányra. Ez pedig egy jó célpont lehet számukra. Hát varázskönyv az már biztos, hogy van Clowny-nál. Még akár Runából is lehet, de hogy ugye ott a Hextech. Pengének köszönhetően valószínűleg ebből egy protoöv lesz. Időközben pedig átváltunk egy kicsit. Valami történt. A külföldi kaszterekre, akkor mi is megkapjuk a szót egy meg pillanatra. A szó az nálunk van. A szó az igaz, de hogy a kép is nálunk lesz mindjárt. Valami probléma lehet. Mindjárt nézzük majd a Skype-ot, hogy hát ha ott írnak valamit. Hát gondolom valamiféle fajta internet probléma lehet valamelyik játékosnál. Ez sűrűn előfordul. Hát főleg, de... hogy ugye online az egész, tehát igen. Mindenki otthonra játszik. Nem az egész. Hát az egész nem, de egészen pontosan december 15-16-17-ig addig online. Uh-huh. Ott lesz majd az offline méghozzá Belgrádban, úgyhogy ha valaki esetleg onnan néz minket, akkor érdemes majd kihúzni. Ryuzakinál van a netgond, az pedig eléggé netz, amikor egy dzsungelesnél van a netgond, és egy olyan dzsungelesnél, aki most pont, hogy hátrányban van az egész csapatával. Én még mindig azt mondom, hogy szerintem a fiúra nem ér tiltó listát, csak tényleg valahogy hátráltatni kéne, így viszont, hogy Sharp is odafigyel saját felsősvényesének helyzetére, illetve játékára, nagyon-nagyon nehéz lesz. Egyszerűen jobban jöttek ki a szituációból, Ryuzaki nem tudta azt, hogy az ellenfélnek a dzsungelese ott van, Clowny nem helyezett ki őrszemet, és amikor ő megindult volna a fiúrára, akkor ezt csak szembe találta magát egy Jarvannal. Onnantól kezdve pedig végső képességek hiány. Ezért nem volt ez számukra egyszerű. Na csak. És ők is fogják az All-Star majd kasztolni december 7, 8, 9 és 10-én, tehát jövő hét csütörtöktől All-Star. Hát érdemes megnézni, menjetek fel a Loli Sportsra, hogy kik játszanak a nemzetközi csapatokban. Ott sajnos Vizicsacsi nem került ki, de azért vannak bőven jó játékok. Így van, és a brazilok lettek egyébként a hatodik gárda, tehát ők a wildcardosok, és a braziloknál is a legjobb játékosok Biartiti jön, tehát őt nagyon-nagyon szerettem, méghozzá azt hiszem Duddal jön, tehát a saját támogatójával jön, ami azt jelenti, hogy az alsó ösvényen véleményem szerint a Draven Twitch és minden egyéb ilyen vadállattiltás kelleni fog például a brazilok ellen. Nagyon-nagyon szeretném mondjuk egy Draven, hogyha átmenne, és akkor Viatiti azzal ott lenne. És én azt gondolom egyébként, hogy a brazil ötös igenis komoly erőt képvisel. Nagyon-nagyon kíváncsi leszek majd a mérkőzésekre. Megint lesz majd 1v1, lesznek vicces például ilyen fánmódok.
tavalyi Vámforról, ami tényleg Vámforról volt, mert 10 Lee-szín játszott, és én kasztoltam. Betalálta a hanghullám. De melyik? De melyik? És ez szóval az brutális volt. Időközben egyébként megoldódott valószínűleg a probléma. Vissza is térünk a mérkőzésbe. 2-0-ra. Ajjajjaj, Clowney pedig nem tér haza. A War vezet. Hát Clowney menne haza. De nagyon nagy bajban lehet, aki lesz jó a villanás, így a vonzás hullám elől el tud menni, és a robbanás végül nem viszi az igen. A fejét, de itt van Sharp, van kataklizma, Jézusom, a gyógyítás sem lesz elég. Ebből baj lesz. És nagyon szépen a War odaadja Civicinek a gyilkosságot, miközben egyébként egy picit sokáig fókuszálta őt a torony, Ryuzaki ezt nem fogja tudni megvédeni egyedül, így nem elég, hogy gyilkosságot, de még egy tornyot hoz. A Winden Rain csapata, Orome pedig találkozik az alsó ösvényével az X25-nak, de ő simán még ezt is meg fogja tenni. Oh, Clowney nagyon szépen érkezik, ugrik rá, Sharp, és neki kell elvillannia. Nem rossz helyről érkezett, de én azt nézem, hogy ő még nem volt otthon. Tehát amikor megállított a Sharp a hazamenetelt, nem tudott semmit. Tehát szerintem... Nem. Lement az alsó ösvényre, de nem volt otthon. Igen. És azt mondanám, hogy biztos leteleportál, de hát nem, mert égetéssel érkezett. Megmondom őszintén, amikor aki lesz ott hagyta a fogát a középső ösvényen, nagyon-nagyon hiányoltam egy ilyen kis overkill szagú kataklizmát. De igen. Hát milyen jól jött, hogy bent maradt, és ugye inkább TVT-nek adták le a gyilkosságot, hanem is az egyházi tizedet. Hát szép volt. És úgy tűnik, hogy Labrovnak a Johnnája már most kifizetődni látszik. Hiszen Clowney ott érkezett volna nagy-nagy szeretettel, és szerintem az égetéséhez sem kellett volna sok, hogy elhelyezze Sharpon. Akkor pedig az a Jarvan egészen biztosan otthagyta volna a fogát, de hát egy... Jó monszú. Nem nagyon volt egyébként sok pénze sem Clowneynak, ugyanis csak a cipőjét tudta befejezni, illetve még egy varázskönyvet, tehát... Hát lehet, hogy kataklizmával? Azzal... Kleptomániával kéne jönni neki is. Net. Az biztos, hogy kleptománia és még varázs cipellő és van már Oroménál. Elhagytuk a 10. percet, így megkapta ezt a mágikus lábbelit. Ezt fejleszheti majd. Miközben Ryuzaki ismételten... Ja nem, oké, ez volt a probléma. Itt történt a kis elhagyás, aztán utána természetesen jött vissza. Az is jó. Azt is jó tudni, hogy ők is előrébb vannak az élő adással. Pár perccel. Miközben megvédi az X25 az utolsó külső tornyát, legalábbis egy ideig. Achillesnek kellett, illetve Kloxnak oda menni, miközben Ryuzaki is a felső ösvény felé néz. Nagyon szépen takarítja folyamatosan az őrszemeket. A Winden Rain csapata, Orome az alsó ösvényen tudja, hogy ott bizony van egy őrszem. Bele is ütött egyet. Ó, a hideg vér, a hideg vér. Aki lesz pedig középső ösvényes ként a felső ösvényen kell, hogy most helyt álljon Proxy, illetve Labroval szemben. Érdekes minden esetre ez a rotálás, hát valószínűleg nem ez számára a legkomfortosabb döntés, viszont azért a fullánkjával így is tudja takarítani a minion sávot, de hát látszik, hogy bőven lemaradás. Ó, a feldobás, ez halott. Aki lesz, nem is emelem fel a hangot. Nem. Ahogy találtam, feldobás is már rajta volt, nagy kihívás, sokkolom, szép egyébként a kábítás. Gyönyörű. Nagyon jó a stopper óra használat. Ezt nem számolta bele Orami, hogy stopper órát még ki tudja használni Clowney, és folyamatosan őt fogja a torony sebezni. Szép outplay. Az égetést pedig annak a kicsi Kennennek el sem kellett használnia a gyilkosság érdekében. A végső képesség, illetve a kábítás után már eléggé valószínű volt, hogy ez a fióra ott hagyja a fogát. Sharpnak van sújtása, miközben kezdeményezés nagyon jó. Az elugrása az egésznek nem túlságosan jó a Brau multi, ez a probléma, hogyha két embert feldobott volna Brau multi, akkor ez így jó. Így viszont a War kettős gyilkosságot ad TVT-nek, Proxy is kap egyet a gyógyítás után. Viccen kívül, hogyha itt Clox ultia eltalál nem csak Labrovot, hanem bárki mást is, miközben Clox érkezik egy villanással és még éget is, de nem tudja megölni Proxy-t. Ejj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 
Hát pedig amúgy egyébként Plox ezt gyönyörűen csinálta. Itt a villanásával bekerült két alacsony életerős játékos mögé is, és hogyha ezt meg tudta volna csinálni, szerintem az EBL legszebb játékát láthatjuk. Viszont annak következtében, ahogy mit te is kiemelted, hogy Plox nem találta a Gletscher szakadékkal, gyakorlatilag mindegy volt. Fenyőfák most nem a Mikulás pártján állnak, az biztos. Most úgy tűnik, hogy nem. Aki lesz pedig, hát elhozza Ryuzaki dzsungelét. Hát tudod, a Mikulás csúszott bele a Gletscher szakadékba. Így van, ez most ő esett bele a saját hibájába. Protoev pedig Clowninál készült el. Így. Tehát egy jó, szép a mélyfagyasztás és a feldobás, de nem lehet tovább menni. Ploxék pedig nem értek ide. Játék második sárkánya is pokoli. Mm-hmm. Viszont cserébe bármennyire is három gyilkosságot adtak a Warnak, nem tudták elhozni a hírnököt, de még arra van azért még egy kis idejük. Így kiegyenlít egyébként a minden Rain a 8% májkus és fizikai sebzésben is. Amire nem is biztos, hogy olyan nagyon-nagyon szükségük lett volna, hiszem. Bár még csak a 15. percben járunk, több mint 6000-es az arany előnye a Winden Rain-nek. Ez leginkább abból következik, hogy majdnem, hogy minden ösvényen vezetni tud a War, illetve három tornyot döntöttek szemben a nullával. Na most Ryuzakék jöhetnek Proxyékre, de hát Proxy... Ó, nem tud elugrani viszont az ultiát, még el tudta használni. Most jön a villanás, de nincs meg a negyedik jelző sem. Felkövetés pedig nem történt, pedig Labrovnak még nem volt monszunja. Ezt nem tudta az X-Men. Valószínűleg nem. Igazából egy villanást lehetett így kiszedni a lövészből, de másik oldalról sem rendelkezik most ezzel Plox. Bár mondjuk neki a tolvihara elérhető. Felső ösvényen pedig az alsó ösvény párosa. Egyelőre 3-0 toronyállás, és talán ezen kéne változtatni valahol az X25-nak, hogyha még szeretnének ebbe a mérkőzésbe beleszólni. Ha nem tudnak tornyot hozni, akkor igazából csak idő kérdése. Achilles mit kapott? Édes egyetlenem. Hát egy vonzás hullámot, megmondom egy parancsot, igen. Diszonancia. Hát igen. Feleslegesen nagy pálca, varázsátütés, more elmomikon, szevasz. Itt van, de az készül a Ludenvis hangos Oriana? Simán, simán jöhet, miközben Oromi most ki tudja várni a végső képességét Clownnak, így viszont meg is lesz a nagy kihívás, csókolom. Ezt most nagyon szépen csinálta Oromi, időben kivárt, volt már bőven egy varázs ellenállásra köszönhetően az átoknyelőnek, illetve a felbusztolt higanylépteknek. Clowninak pedig, akkor még nem volt égetése, viszont az amúgy is inkább csak ugye valószínűleg akkor került volna kihasználásra, amikor a nagy kihívás végig pörög. Hát torony nélkül nem tud gyilkosságot hozni Clownin. Igen. Hozzáteszem, azért tettek annak érdekében, hogy ilyen helyzetbe kerüljön Kennen. Igen. Ott a két gyilkosságot ennek a fiórának, aki bár ugyan megpróbáltak most megfogni, de az ellendzsungelezésnek köszönhetően ezek a kezdeményezések nem igazán váltak sikeressé, sőt, hát inkább fordítottan igen működtek, úgyhogy Fiore megint csak teheti azt, amit az előző mérkőzésen tett, csak most nem lesz vele szemben egy tank, hanem egy olyan sebző karakter, aki annyira rá nem fog sebezni. Továbbra is folyik az őrszem takarítás, illetve... Jaj, aki lesznek, kéne elmennie villanni, kényszerül, aki lesz is a... Vonzás hullám sem talál el senkit. Két villanás, egy Sharp oldaláról, egy pedig Achilles oldaláról, úgyhogy igazából egy-egy a csere. Közben Proxy ugrik rá, Jézusom, kijön a tolvihar, és nem megy tovább. Nagyon okosan teszi. Igen, és egyre-egyre tolják felfelé az ösvényeket, mind a középső, mind pedig a felső ösvény, és ne felejtsük el, hogy Sharpnál még mindig elérhető a szurdok hírnöke. Így van. Hamarosan pedig majd a Baron Nashort is megláthatjuk az idézők szurdokában. Valaki pedig nagyon-nagyon szeretne jelezni a társaknak valamit. Ahogy a nagyjából azt, hallani, hogy ki hol járkál. Achilles takarított egy őrszemet, ezt buktatta le a Wind and Rain. Ó, oh, és ha már Janna van a Wind and Rain-nél, akkor második elkészült tárgy, az könnyen lehet, hogy majd a hívők töménye lesz. Nyilvánvalóan ez egy Tristanának
elég jó támogató tárgy, vagy igazándiból minden lövés számára. Az előző Janna ugye Athénét épített, mármint Klax. Lehet még akár az is, de... De ebből nem. Nem ebből. Mármint, ebből nem lesz, igen, de nincsen. Kehely időközben szépen használja a robbanó Toboszt, a Windendrain alsó ösvény párosa. Így nem lehet őket büntetni, középső ösvényen pedig Azir passzív tornya kerül kihasználásra, de ezt is gyorsan leütik. Ajjaj, Klox lehet nagyon nagy bajba, kell is bizony az a pajzs. Így tud csak eljönni, majd utána visszaugrik, nagyon szép most a Gletscher szakadék, de így is villanni kell. Időközben, ahogy nézem... Klaumi teleportál. Akkor ez viszont egy váltott... Átváltotta a képességét, csak ez ugye nem jelenik meg. Mint a Hex villanás. Ó, de azt legalább ott látod a Hex villanásban, azt, hogy gyorsan lemegy a töltési idő. Uh-huh. Itt viszont az az égetés, az már egy teleport. Igen. Illetve... A kedves Livius, te akartad amikor... kérdezni múltkor, hogy mikor, mi van már ezzel a varázslatváltós bulival. Hát, Clowny most meghozza ezt. És most teleportált. Úgyhogy az az égetés, az már egy teleport. Igen. Szóval amikor ez legutóbb töltött, akkor nem tudta volna elhasználni Oromére, mert az akkor már az égetés volt. Mert egy teleport volt, így van. És most nagyon jól is használta, hogy ezt el tudta nyomni, így viszont felső ösvényen hoznak egy tornyot az X-Men Fab játékosai, de buknak is, méghozzá az alsó ösvényen, és majdnem a középsőn is. Arra leszek majd nagyon-nagyon kíváncsi, hogy mikor fogja majd ezt nekünk az idézők szúrtok a megmutatni. Mármint hogy teleport? Ezek. Hát például, igen. Hogy teleport. Valószínűleg ugye erre nem feltétlen készült fel a spectate üzemmód. Hát egyelőre, igen, igen. Hát valószínűleg majd a következő szezonban, nem kifejezetten az előző szezon. Hotfix, vagy nem tudom, igen. Ki jön. És egyébként tényleg Luden visszhangját vásárolt magának Tiviti. Oho, megy is a nagy kihívás, Clowny-nak itt nagyjából bajban kéne, hogy legyen, de nagyon szépen de megy. Szép. És a villámtesó plusz. A Protoöv megteszi a villanás utáni menekülést, időközben még egy pokoli sárkány. Hát úgy néz ki. Meg még egy torony, meg is van. 5-1 az állás. Szépet menekült egyébként Clowny. Teleportja pedig féltöltés minden van. Várjál. Várd ki a végén. Hogy ez mi lesz? Hát átválthatta. Bármire igazából, ja. Ki tudja, lehet, hogy egy gyógyítás. Vagy egy megtisztulás. Nem, mert valószínűleg teleport, ami egyébként tényleg jó ötlet a mérkőzés korai szakaszában akkor, hogyha képes vagy dominálni Piorával az ember, és mondjuk pont az kell ahhoz, hogy meg tud ölni 1v1-es szituációban. Hát erre mondjuk most ezen a mérkőzésen nem volt lehetőség, de igen, talán a mérkőzés 20. perce után a teleport az igen hasznosabb tárgy. Így van. Ne hívjuk töménye is, egy elég hasznos tárgy, független attól, hogy gyengítést kapott. Nem csoda, hogy Lavrov Giannájánál ez a tárgy már ott díszeleg a hátizsákban, vagy a fene se tudja, hogy egy tömjént hova raksz. Ez olyan, mint a balzsam, nem? Azt megharaphatja. Buci. No de. Kezdeményezés Sharpra megy ki, nem talál az ulti, viszont a mélyfagyasztás jó lehet. Utána jön még Tivitinek a vonzás hulláma, de Sharp el tud menni. A zászlónak köszönhetően, így pedig kettő ulti kiment azért, hogy megöljék Sharpot, aki elegánsan elmenekült. Nem villant, nem volt problémában, nem izgulta túl a dolgokat. Tivitinek kellett egy vonzás hullám, az kb. Ennyi. Ezzel szemben viszont az X25 eSports csapatának sokkal-sokkal több mindenre lenne szüksége. Hát ha másra nem is, de leginkább mondjuk aranyra, amiből legalább a tárgy hátrányait Ügyen. Ledolgozhatná, mert bizony ezzel rendelkeznek nem csak a felső ösvényen Clowny, de a középső ösvényen Achilles is. Talán még leginkább egyébként Plox és Kloxot mondanám, hogy jól vannak, de csak egészen addig, amíg nem látom meg a két lövész közti másfél tárgyas különbséget. Nagyon sok. Hegy sárkány, a negyedik sárkány, az már biztos. Igen, a harmadik pedig pokoli volt. Így van, 3 pokoli érkezett, azért annak szerencse, hogy az X-Men legalább egyet elhozott ebből, és most nem maxolja ki a sebzés bónuszt a War.
elkészült időközben a gyors tüzelő ágyú Ploxnál is, de neki ez a második term, mint ahogy te is mondtad, Ploxnak már pedig a harmadik. Igen. Ryuzaki valahogy próbálja megállítani Sharpot, de folyamatosan ott van mellette. Jana kapja a pajzsokat, illetve még Demáciának is van egy kis pajzsa, most belefut egy balhéba, itt viszont már valószínűleg el kéne majd villannia, de nem, mert itt van TVT, és védi Sharpot. Nem nagyon tudják megbüntetni az agresszív ellendzsungelezését, örszemtakarítását Sharpnak, és ő is azért kezd már tankosítani, van már nála vadász mellé kísértett kámzsa, mindkét sebzés fajtából tud védekezni, Clowninak a még egy jelzőt kéne a kábításhoz összegyűjteni. És nem is véletlen, hogy az északi dzsungel részét helyezi fókusz alá Sharp az X25 eSports csapatának, hiszen egy-egy elszámolás után Baranasara már simán kiléphetnek. Illetve, ahogy te is mondtad, még a villanása is elérhető, tehát adott esetben simán menekülhet. Ó, Plox! Még egyszer megtalálja Proxy. És így elultizik. Azazzájá. Miközben szép volt, Ryuzakitól a sújtás, ő szerezte meg a saját kékét, de ez azért kérdéses volt. Fél életen jön az alsó ösvény párosa, a felső ösvény a ketten színű taranynál, ami szintén kevesebb, mint fél életelőre robban Tristanának köszönhetően. Clowninál pedig van egy kis itóka, ami bónusz varázserőt biztosíthat a számára. Könnyen lehet, hogy itt az elkövetkezendő percekben majd az X25 eSports egy csapatharcot szeretne kezdeményezni. Különben másért miért vett volna egy olyan tárgyat, ami csak ideig jó. Igen. Meg akkor, hogyha még nincs teljes. Oh, talál közben Ryuzaki, de nagyon szép Proxytól az ulti. Labrov pedig bármennyire is monsunozik, illetve villan nem tud mit csinálni, miközben villannia kell Sharpnak is, nem talál időközben Clowny, de gyorsítani tudja magát, és pont lejöttek a jelzők, viszont a harapós fagyot lehet behozni. Így Ryuzaki szerez még egy gyilkosságot. Itt van TVT, és nagyon szépen elkapja Clownyt, akit meg is tud ülni utána egy diszonanciával. Így nem biztos, hogy tovább lehet folytatni a baronnasort, főleg úgy, hogy közben Oromé emdel. Oromé megy tovább, és Nexus védő tarjot fog hozni. X25, hello! Ez teljes mértékben elszámolták, mint a baron Nashor megöli TVT-t, illetve TVT folyamatosan ott piszkálódik. Achilles lehet, hogy elhozza a villanásának köszönhetően, de időközben Oromé már a második Nexus védő tornyot hozza. Achillesnek kell hazamennie, illetve Kloxnak. Ez nagyon-nagyon-nagyon elszámolt az X25. Nem tudom, mit erőszakoskodott ott a baron Nashorral. Ez hihetetlen nagy hátrány, miközben Oromé ugyanazt csinálja, mint az előbb, be lehet őt, jaj, de szép a visszavillanás időközben, és gyilkosságot akar hozni Oromé, meg is van a nagy kihívás, így életerőt is kap, de jön Clowny, aki még a protoövet is elhozza, jó a kábítás Oroméra, aki Oromé, nézd meg, megölhet még egy ember, persze ott a csúszás, és ez is megvan. És fordul vissza Kloxra, megjött időközben Ryuzaki, ott van a folyamatos kábítás, és megvan a megállítása fiúrának. De hát mennyit kellett ezért szenvedni a szerb csapatnak? Hihetetlenül sokat. Fú, az X25... Káosz! Én azt látom, igen, hogy káosz igen. Van az X25-osok fejében. Nem tudják eldönteni, hogy mit is akarnak, hogy is akarnak. Egyedül egy darab Orianna, négy ember között a baron Nashorral kiegészítve megvert az X-Men-fájmat. Rettenetesen nagyon-nagyon-nagyon szóló kiú szaga volt ennek az elmúlt két percnek, ha más miatt nem is. Oromé megy, éppen éled valaki az X-25-től, jó, hát akkor menjünk, öljünk meg. Kimegyek én? Jó, meghaltam. Kimegy a másik? Jó, hát akkor meghaltam. Megint 70 farmos majdnem az előnye, vagy 80, bocsánat, az igazából 80 farmos előny. Gyilkosságokban szintén előny, megint lehetne szerintem aranyállás mutatni, hogy Oromén mennyivel képes vezetni. Neki már 3,5, majdnem 4 tárgya van kész, ott van már a vérszomjashoz is minden alaptárgy. És milyen jól jött a kleptománia megint, hoppa véletlenségből kap egy vaselixírt, pont akkor, amikor egyébként nagyon nagy szüksége is van rá. Ennek köszönhetően olyan könnyen meg sem lehetett ölni.
Az X-25 nagyon-nagyon túltolta ezt az előző akciót, amiről ugye beszéltünk, hogy vásárolt magának Clowny és kiegészítést, teleportjában felérkezett. Szép volt, meg tudta ölni két embert, de hogy Clowny egyből utána miért nem kezdett el hazamenni, és mondjuk az első alkalommal, amikor meglátták TVT-t, miért nem hagyták ott a baronnosot, az érthetetlen. És nem elég, hogy ugye TVT is sebzett beléjük, nem keveset, még hát a baronnosról is nagyon-nagyon sokat sebzett, és itt van Oromi, nézd meg, be akarja fejezni ezt a mérkőzést. Klox az, aki próbálja majd kábítani, és itt van még egyébként Ryuzaki is. Konkrétan Ryuzaki mellé dobja az ultiát, és meg lehet ölni Oromét, de ott még egy ember, igazából Proxy odaugrik, és megvan. Tehát megvan ez a mérkőzés, meg, Proxy persze. Menjen, van, nincs villanása mondjuk, de ettől függetlenül a felső ösvényen elhoznak egy inhibitort. Egy-egy egyébként a csere, és jön az a Super Minion, azt meg kell állítani a Clowny-nak valahogy. A Windenén pedig itt nem vállalja túl magát, pedig összességében simán megtehetné, hogy csak előre megy, most már mondjuk 3 vagy 4 alaptámadás, de bevisz, az Proxynak nem hiszem, hogy túl sok gondot okozna. Blox mekkorát kapott, utána dől az utolsó inhibitort védő torony és az utolsó torony ezen a mérkőzésen. Na és hazamegy a vor, az a kérdés, hogy megvárják Oromét, amíg éled és teleportál kijön. És teleportál kijön, ennyi. Méghozzá le tud teleportálni mondjuk arra a Super Minionra, hogyha akar. Vagy az őrszemre. Vagy akár őrszemre, úgy van. 4 másodperc, 3 másodperc, körülbelül ennyi ideje van az X-25-nak. Jön a teleport, bizony, ott van egy darab Minionra. Oromét pedig megfogják, csúszik egyet is, megvan. Aha. A Winden Rain-nek. A második mérkőzés is így 2-0-ra nyeri ezt a szériát az európai csapat, ezzel viszont kvázi búcsúztatva a Wild Cooler Mastert a továbbjutás lehetőségét a... Illetve természetesen az X-25-ot is, az X-25-nek ugye ezt a mérkőzést is meg kellett volna nyernie, illetve holnap a Clicktech ellen is győzni kellett volna ahhoz, hogy 9 pontjuk legyen. Hát ez már nem fog összejönni. Tehát az X-25, a TH-ra, Wild már biztos, hogy nem fog tudni tovább jutni. Itt a nagy kérdés az az, hogy a Nexus mit fog játszani majd. A Nexus hétfőn, pont a Warral fog játszani. És pont a Warral fog játszani. Nem, a Nexus már nem tudja megelőzni a Wart. Nem, akkor igazából ennyi. A Wart nem, de az Asus. Az Asus-szal igen, még lehetnek problémák, de ahhoz a Nexusnak holnap nyerni kell a második meccsen. Viszont ma még van egy mérkőzés, méghozzá magyarok játszanak, a Team Horizon Reapers, illetve a Greek Regenesis fog találkozni, a veretlen görög csapat. Nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen mérkőzést hoznak, és én már felhoztam. Nem, nem lesz, de lesz. Azt hittem, hogy nem lesz, mert úgy nézett, hogy nem lesz, de lesz. Szóval ez lesz a következő mérkőzés, szintén BO3-as a széria, tehát 2 darab győzelemig tart a játék. Mit szólsz ehhez a meccshez, kedves Edi? A következőhöz vagy az előzőhöz? Ehhez, ehhez, még ehhez. Káosz. Ezt a meccset káosz is az X-25 feldobta magától. Én csak ennyit tudnék mondani. Pedig nem volt ez egy alapvetően nyerhetetlen meccs, de tény, hogy amúgy is nagyot kellett volna hibáznia a Winden Raynek, aki tényleg meglehetősen könnyedén múlta felül ezen a játéknapon a szerb csapatot. Hát és Winden Raynek még kiderül. Van ugye egy mérkőzése, és az Asus, mivel megverte a Nexust, ezért bármennyire is a Nexus feljön 9 pontra, és az Asus mondjuk kikap hétfőn a Greek Regenesis ellen, akkor is az Asus igen, fog valószínűleg továbbjutni. Úgyhogy akkor meg is van nagyjából a 4 továbbjutónk, a Greek Regenesis, a Clicktech, a Winden Rain, illetve az Asus. Innentől kezdve a maradék 2 nap az már csak fun és móka és kacagás, de a következő mérkőzés az még nem lesz kacagás, mert nagyon remélem, hogy a THR szépít az eredményen, és megpróbálja megszorongatni, sőt, adott esetben megverni a Greek Regenesis-t. 10 perc múlva nagyjából kiderül.